Hát a régi öregek azok úgy talán, hogyha úgy szól, mint a csizma szára, akkor az biztos, hogy érez gondol. Turcsik József egy hete árulja a dinnyét a városi piacon. Tolnán megyéből hozzák a gyümölcsöt, vagyis itt már a sárga és a görög dinnye is magyar. A kedvező időjárásnak köszönhetően idén jó dinnye termés volt Magyarországon. Olcsóbb jóval, tavaly ilyenkor 200-180 volt, most már azért esik az ára neki. Meddig fog esni, mit gondol? Hát szerintem egy-két hét alatt teljesen végső ár megállapodik. Igaz, még csak most indul a szezon, de az értékesítő nem panaszkodik. Szép számmal jönnek a vásárlók, és visznek akár több kilós egész dinnyéket is. Hányan esznek meg egy ekkora dinnyét? Hárman. Na most meleg van, most gyorsabban fogy. Sok gyümölcsöt szoktak fogyasztani egyébként? Ilyen időtájban, amikor meleg van, akkor megszomjazik az ember, és akkor jó. A Vidékfejlesztési Minisztérium szerint azonban több dinnyét kellene fogyasztanunk. Most ugyanis, a statisztikák azt mutatják, fejenként évente mindössze 4 kg fogy. Sok dinnyét fogyaszt? Igen, naponta. Mikor elérhető áron van. Mennyi az elérhető ár? Hát ez még igen, de máshol drágább. Egy maga eszi meg ezt a darabot? Nem, ezt most hárman. Idén a dél-európai dinnye termesztési ciklus és a magyar egymást követték. Így van olyan eladó, akinél még mindkettő kapható. Mindig máshonnan hozzák, de általában Görögországból. Magyar dinnye? Hát az még egy kicsit várat magára a görög dinnyéből. Sárga az már magyar. Míg a dinnye most kezd népszerű lenni, addig a sárga, illetve őszi barackot nagy mennyiségben viszik a vásárlók, sok esetben befőzésre is. Árban azonban a dinnye is kezdi utolérni magát, és felzárkózik a többi idén gyümölcshöz. Ez még a kezdet volt, 180 forinttal indultunk, és most már azért 149-ért is egyre lejjebb megyünk, ugye minél nagy több lesz a kiskereskedelemben és termelőknél is. Úgyhogy mindenki lejjebb vissza az árakat, hogy el tudja adni az áruját. Valakinek azonban nem csak az ára számít, hanem az is, honnan érkezik a standokra a gyümölcs. Nagyon örülünk, hogy most érik be a magyar dinnye. Megvesszük a csikosat, a külföldit, de rendre ráfázunk, és örökké várjuk, hogy a magyar dinnye érjen, teremjen. A magyar termék híve vagyok, általában azt veszem. Úgyhogy a csikosat kerüljük most már, és a magyar dinnyét várjuk, és most durranik be, most érik, és most lesz reméljük elérhető áron. A dinnye szezon szeptember végéig tart. Most a görög dinnye 140-160 forint körül kapható, de ahogy minden évben, idén is megy még lejjebb az ára.